Egy agresszív, fenyegetőző férfit választott alelnökének Magyar Péter, erről írt az Origó, Radnai Márkkal kapcsolatban. A portál felidézi, hogy a színházi és filmrendező korábban azzal került a hírekbe, hogy több kritikust is veréssel fenyegetett meg, mert nem tetszett neki, amiket róla írtak. Ha még egyszer meglátlak bármelyik előadásom közelében, egyesével töröm el minden újad. Így fenyegetett meg egy színi kritikus Radnai Márk 2015-ben, miután neki nem tetsző véleményt írt a darabjáról. Radnai Márk ráadásul kártékony csótánynak is nevezte a kritikust. Az eset akkor nagy felháborodást keltett, az Átrium Színház el is határolódott a rendezőtől, és levette műsoráról a darabját. A kritikus pedig a fenyegetésre úgy reagált, amilyen a stílus, olyan az ember. Magyar Péter szombaton a közösségi oldalán mutatta bekövetőinek radnai márkot, mint a Tisza párt másik alelnökét. A bejegyzésben azt írta, ő vezeti a párt operatív működését, és ő felel a rendezvényeikért és a videós tartalmakért. Magyar Péter egy összefoglalót is megosztott a rendező munkásságáról, korábbi botrányos megnyilvánulásairól azonban nem ejtett szót. A párt két alelnöke, Radnai Márk és Magyar Péter abban is hasonlítanak egymásra, hogy egyikük sem viseli jól a kritikát. Viszontlátás. Legjobbakat. Német sándor üdvözlöm, minden jó. A Tisza párt LP képviselőjének leglátványosabb akciója az volt, amikor két perc után felállt az ATP élőadásában és kisétált. A műsorvezető ugyanis éppen azzal szembesítette, nem igaz, hogy a kampányban nem hívták az ATV-be. A műsorvezető egy dokumentumot is átnyújtott a politikusnak, amiben tételesen kigyűjtötték, hányszor keresték őt. Hát egyszer van itt élőadásban, 51 nap volt a kampány kezdete óta, 51 híradó. Mi a kérdés, szerkesztő? Nincs kérdés. Radnai Márkhoz hasonlóan Magyar Péter is előszeretettel fenyegeti meg azokat, akik számára nem tetsző írás tesznek közzé. Legutóbb néhány hetet tette ezt, amikor a hazai sajtó megjelent, hogy az egyik fővárosi szórakozó helyen belekötött a vendégekbe, nőket zaklatott és egy ember telefonját erőszakkal vette el. A történtekről több telefonos felvétel is készült. Az egyiken az látszik, hogy Magyar Péter erotikus mozdulatokat tesz egy fiatal lány társaságában. Egy másik videón pedig jól kivehető, amikor Magyar Péter egy nála jóval fiatalabb nő lábai között csúszik-mászik. A ripost később megtalálta az édesapát, aki születésnapi ajándékként vitte el 17 éves lányait és barátnőit. A diszkóba. Alapnak a férfi azt mondta: Az erősen ittasnak látszó politikus obszénnek sőt perverznek mondható ajánlatokat tett a fiataloknak. Magyar Péter az eset után azt írta, hogy ebből semmi sem igaz, és perrel fenyegette meg azokat, akik írni mernek a történtekről. De ő volt az is, aki márciusban letiltotta a bal liberális HVG cikkét, amely annak a rendőri jelentésnek a részleteit tárta fel, amiből kiderült, mi történt közte és volt felesége Varga Judit között egy vita során. De neki ment már a 444-nek és az indexet is támadta, amiért szerint a lap túl keveset foglalkozott vele a választási kampányban.